Művészeti alkotásokkal gazdagodott a Gödöllői Városi Könyvtár udvara május 29-én. A Felhő udvar címmel megnyílt kiállítás a Gömb alkotócsoport tagjainak műveit tárja közönség elé, számos felhő ihlette alkotás képében. Első alkalommal nyit a könyvtár a köztéri alkotások felé, hiszen a rendezvénytérem és a hírlapolvasóban található festmények mellett az udvaron folyamatosan megszemlélhetőek a köztéri kiállítás műremekei. Azt szerettem volna, hogyha itt a könyvtár alatti árkádos rész nem csak egy sima átjáró a Dózsa György út és a Kossuth Lajos utca között, ahol az emberek átszaladnak, hanem egy olyan hely, ahol megállnak, szétnéznek, elgondolkodnak, megnézik azokat a műalkotásokat, amelyek itt láthatók, és talán egy picit megcsendesednek. Dr. Gémesi György polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy nem az informatikai felhőben kell keresni a felhő kiállítást, hanem fizikai, valójában is megtekinthető, kézzelfogható alkotásokról van szó, melyek egyre ritkábbak. Dr. Őkovács József egyetemi tanár megnyitó beszédében a felhőket az igazság kereséséhez hasonlította. Közel 200 évvel ezelőtt Wilhelm von Humboldt hosszasan értekezett a történet igazságról, annak megragadhatóságáról, ábrázolásáról, és milyen érdekes, végül a történet igazságot egy felhőhöz hasonlította. Ahogy közeledünk feléje, egyre jobban távolodik. A műveket a kiállítást rendező Varga Zoltán Zsolt képzőművész mutatta be, melyek a Művészetek Kertje Gödöllő 2015 tematikus évrészeként szeptember 1-ig láthatóak.